Már gyűlnek az ajándékokkal teli dobozkák a munkásművelődési központban. Az intézmény a korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozott az Angyal Doboz akcióhoz, amellyel a dunaújvárosiak segíthetnek dunaújvárosi családoknak. Nagyon szívesen csatlakoztunk hozzá, ugye mi is minden kollégán készít mindig egy-egy meglepi dobozt valamilyen gyermeknek, mert hát nem csak kapni, de ugye frázis már, de adni is nagyon nagy öröm. És amikor én is hazamegyek, és a kisebb lányommal rakjuk össze a csomagot, és készítjük, ugye az ő korosztályának már nehezebb, mert ő idősebb, de a tizenéveseknek is, anya, szerinted ennek örül, mondtam, kislányom, ha te örülnél, akkor más is fog örülni. Tehát ezek a szeretet, nem is angyaldoboznak nevezni, mint szeretet doboznak inkább, tehát úgy kezd a karácsony érzés ellepni bennünket is. Tehát egy csöpnyi szeretetet, egy csöpnyi jóságot tudunk mi is adni annak, akinek nem biztos, hogy van rá lehetősége, hogy a tárgyi ajándékot, vagy egyáltalán kézzelfogható karácsonyi ajándékot kapjon. Bár az év a végéhez közelít, az MMK továbbra is változatos és színes programokkal készül minden korosztály számára. Míg november végén az állandó rendezvények, mint például a Tea délután az Iris Vers színpaddal, vagy az Open Mic Music Club kapnak helyet a kulturális intézményben, addig december hónap az ünnepvárás és a jótékonykodás jegyében telik. Folytatódik a programunk december 6-án, ami szívemnek nagyon kedves rendezvény lesz, ha lehet így nevezni. Mikulás véradást csinálunk, közösen a Magyar Vöröskereszt, illetve a véradókkal. Ide már készülnek az ajándékok, mert mindenki, aki az MMK-nál ad vért, az mindig ajándékot kap. Márciusban ugye kokárdákat adtunk ajándékba, most pedig a télapó fog ellátogatni, tehát már gyártjuk a kis télapó fejeket, egy kis kedvességgel szeretnénk, tehát pici ajándékkal kedveskedni. Tehát a célunk, ahogy a fiúk mondták, a kollégáim, hogy ide meg kell döntenünk a 68 fő véradót, tehát rettentően dolgozunk rajta, mert ugye agyvért és három életet ment, ez a mi szlogenünk. Bocsánat. Utána az Ovi Színház programja fog 12-én folytatódni. Ez lesz a záró gyermekprogramunk, amit úgy kiemelnék az Ovi Színházból, a Schuster Manói címmel. Az érdeklődők a részletes programokról a www.mmkkht.hu weboldalon tájékozódhatnak.